Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Megjelent a szeptemberi ingyenes havi hírlapom, ami mindig megrendelhető e-mailen keresztül nálam. Ez megjelenik havonta, ingyenes. Ebben a hírlapban mindig van egy bizonyos téma, egy asztrológiai előrejelzés, bemutatom a havi angyalt, azon kívül azoknak, akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot, mindig van egy jóslás asztrológiával együtt fele áron. Ebben a szeptemberi hírlapban megjelenik a szerelmi jóslás, a szerelem, a vágyak, a szenvedélyek asztrológiával együtt. Mint mondtam, ha megrendeled a hírlapot, megkapod a jóslást fele áron. És most megtekintjük a mai aktuális energiát. Itt ezen a képen az látható, gondolkozz el valami felett, mert másképp kellene látnod a dolgokat. Az is lehet, hogy te most már másképp látod a körülményeket. Itt látható a szomorúság, vagy lehet depresszió is, vagy ez érint téged a múltból, és most másképp látod a dolgokat, vagy nála voltak ilyen hangulatváltozások, de van egy kiút, megvan a remény. Másképp kell látni a dolgokat. Tulajdonképpen ez a szomorúság, ez nem nálad, hanem nála van, hiszen ő gondolkozik el ezen. Számára jelenleg minden olyan reménytelennek tűnik. Itt is ez a szomorúság látható nálad. Lehet, hogy emiatt most visszahúzódó, nem jelentkezik, akkor itt most megvan a válasz arra, hogy miért tesz így, és akkor másképp látod a dolgokat. De miután nála változik a helyzet, és jobb lesz a hangulata, akkor lesz egy találkozás. Az is lehet, hogy fél ettől a találkozástól. Pedig te jó indulattal közeledsz hozzá, segíteni akarsz neki, és ezt ő észreveszi. Ő is másképp fogja látni a dolgokat. Itt a ház jelentheti a családot, az ő családját, vagy a te családodat, de az otthont is. Ez lehet egy közös otthon tervezése, vagy azt is jelentheti, hogy ő meglátogat téged. Ügyelj a környezetedre is. Ez a ház lehet egy ingatlan bérlete, vagy egy ingatlan vásárlása is, és akkor ez a kártya utalhat ebben az esetben a szerződésekre. Te itt vagy látható a képen, és ő gondol rád, de valami miatt szomorú, hiszen ezt is látjuk ennél a kivetésnél. Te jó indulattal fogsz hozzá közeledni, és megvan ez a ház, a család, lesz egy meghívás, lesz egy találkozás, és akkor változik a helyzet. Elmúlik ez a szomorúság. Itt a kereszt utal a hitre, de azt is jelenti ez a kereszt, hogy az élet utatok újra kereszteződik, lesz egy találkozás, vagy egy hosszú út. Ezt is jelenti a kép, hogy ő a távoliakban tervez veled együtt valamit, hiszen melletted akar
maradni. És akkor ez a ház ebben az esetben egy közös otthonnak, vagy a házasságnak a tervezését jelenti. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!